Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Rokó nemrég megjelent CSD T466.2-es sorozatú Kocur Bece nevű dízelmozdonyának H0 építési nagyságú gyári digitális hangos modelljét mutatom be nektek. Pár szó a modellezett járműről. A 883 kW teljesítményű, 90 km per óra maximális sebességű dízel villamos tolató mozdony sorozatot a CKD gyártotta 1977 és 86 között. T466.2-es sorozat a T448.0-es sorozat módosított változata, nagyobb végsebességgel, alacsonyabb tengelyterheléssel rendelkezik, és vonatbefolyásoló berendezéssel is felszerelték őket ennek okán. A mozdonyok Csehszlovákia felbomlása után először részben a CD-hez, részben a ZSR-hez kerültek, majd a 2000-es évektől kezdve számos mozdonyt magánvasutak vásároltak meg, a CD gépei pedig javarészt a CD kargóhoz lettek állomásítva. A Kocur 2023-as újdonság volt, ami végül 2024 elején érkezett meg a boltokba. A mozdonytípus nagy szériában eddig egyedül az MTB gyártotta, a cseh gyártó mellé érkezett most a Rokó frissen megjelent vadonatúj tervezésű verziója. A modell már az új Rokó csomagolásban érkezik, két oldali vontatásra kialakítva, gyakorlatilag készre szerelve, a jármű mellé természetesen kapunk egy kiegészítős csomagot, használati leírást és egy listát a hangdekóder funkcióihoz. Kézbe véve, egy meglehetősen masszív és nehéz mozdony tárul elénk. Az arabforma jól eltalált, hű az eredetihez, a főméretek mérési hibahatáron belül pontosak. Részletek tekintetében sem szégyenkezhet a jármű, a gyártó itt is jó munkát végzett szerintem. Nézzük meg közelebbről a mozdonyt, kezdve a tetővel. Itt áttört fotomaratott elem a ventilátorok rácsozata, szépen kidolgozottak és élesek a panelvonalak, a kürt gyárilag fel van szerelve, emellett egy antennát is találunk a vezetőállás tetején. A mozdony oldalára rátérve jönnek az igazi ínyenségek. A korlátok műanyagból készültek, nagyon filigrának, de kellőképpen rugalmasak, és nem kell félve megfogni a járművet miattuk. Ezek az alkatrészek ugyananyagában színezettek, de mégsem keltenek műanyagos hatást, enyhén matt felületük van. Oldalt a szellőző zsalú szépen kidolgozott, ahogy a géptér oldalajtajain is minden kis apró panel és részlet kidolgozásra került, valamint az egyik oldalon felhelyezésre kerültek a tetőre vezető lépcsők. A géptér melletti oldaljárda járdó felülete textúrált. A mozdony sarkainál a lépcsők szépen kidolgozott filigrán alkatrészek. A vezetőállás kidolgozott, az ablakok víztiszták, az ablaktörlők külön elemként vannak felhelyezve, belül a belső berendezés kidolgozott, festett, itt egy mozdonyvezető figurát is találunk. A mozdony homlokfala is kellőképpen kidolgozott, itt is filigrán kapaszkodókat helyezett el a gyártó. A lámpatestek kialakítása megfelelő, szépen imitálja az eredeti mozdonyon található lámpákat. A melgerendán található a mozdony tamponozott pályaszám táblája, az ütközők alatt pedig a tolató személyzet számára kialakított kapaszkodó is helyet kapott. Amennyiben egy oldali vontatásra alakítjuk ki a mozdonyt, a kiegészítő zacskóban megtalálhatóak a csíkos festésű teli pályakotrók és a teljes szerelvények is, ezek felhelyezése a gyártótól megszokott módon ragasztás nélkül pár perc alatt elvégezhető. A főkeret és az alváz is hasonlóan részletesen kidolgozott, mint a mozdony többi része. A forgóvázak szép kidolgozású, jó rajzolatú elemek. Hasonlóak a Rokó korábbi CKD dízel mozdonyai alatt megtalálható alkatrészekhez. A homokolócső külön alkatrész rajtuk. A mozdony festése jól sikerült. A gyártótól megszokott magas minőségű, a maszkolások szépek, a színek hűek az eredetihez. A mozdony feliratozása részletes, a Rokó itt igazán brillírozott, szinte minden apró piktogram mérethelyesen és pontosan elhelyezésre került a gépen, természetesen még a legapróbb felirat is tűéles és olvasható. Nem csak a mozdonyszekrény, hanem a gázolajtartály és a forgóvázak is ellettek látva feliratokkal. A mozdony alapvető összeszerelési minősége megfelelő. Említésre méltó hibát a nálam járt példányon nem találtam. Funkciók tekintetében van menetirány szerinti világítás, külön kapcsolható zárfények, tolatófények és vezetőfülke világítás. Ahhoz, hogy hozzáférjünk a jármű belsejéhez, először le kell emelni a vezetőállást, illetve a hosszú végén lepattintani a tetőről egy panelt. Oldalra kicsúsztatni a vezetőállás imitációkat, majd két csavar kicsavarása után már le is emelhető a mozdony kasznia. Itt érdemes óvatosnak lenni,
mert az alsó lámpákhoz tartozó világítást tartalmazó kis segédpanel picit szorulhat bent. Belül egy Plux 22-es foglalattal rendelkező elektronikai panel található a szinte teljes belsőt kitöltő súly tetején. A középen elhelyezett motor a súlyöntvénybe bemarva található. A dekóder a helyszűke miatt a panel aljára került. Analóg modell esetén a dekóder beszereléséhez a panelt le kell csavarozni és picit megemelni. A hajtás középmotoros. Kardánok segítségével jut el a forgóvázakba. Mind a négy tengely hajtott, az egyik két oldalon tapadó gyűrűvel ellátott. A mozdony futása szép, lassú menete egyenletes. Még a legkisebb sebességen sem rángat, és a vonóerő már itt is megfelelően nagy. 3%-os emelkedőn a mozdonynak 6 darab kerékáramszedővel ellátott személykocsi felvontatása nem jelentett gondot. A kerekek centrikusak, a futás nyugodt, szitálást vagy billegés nem tapasztalta. A legkisebb bejárható ívsugár 360 mm. A mozdony még ilyen íveken is könnyen fut, nem szorul. A modell közelkapcsoló kinematikával van ellátva, ami tökéletesen teszi a dolgát, még a legkisebb ívsugáron is biztosan járatható, mind tolt, mind húzott üzemmódban, mindegyik típusú közelkapcsolóval. A mozdony gyári hangdekóderrel rendelkezik, amelyre az eredeti gépről felvett hanganyagot szerkesztette a gyártó. A hang minősége megfelelő, a hangerő jó, nem torzít, nem recseg a hangszóró. A hanganyag logikája szépen leköveti a mozdony üzemállapotait, a hang és a mozdony mozgása szinkronban van. Hallgassuk is meg most a terepasztalon, hogy milyen működés közben a jármű. Thank you.
Felhasználhatóság szempontjából a modellezett jármű elsősorban negyedik korszakos CSD témához illik a legjobban, azon belül is tolatós tehervonatok továbbítására vagy állomási tolatásra. Hazai vonatkozása minimális, ilyen gép maximum ad hoc fordulhatott elő az olyan határátmeneteknél, mint például amilyen Somoskőújfalu volt. Az analóg gép ára a videó készítésekor 83 ezer forint körül mozgott, míg a gyári digitális hangos verzióért 130 ezer forint környékéig juthatunk hozzá. Összességében szerintem egy szépen kidolgozott, a kor elvárásainak megfelelő funkciókkal ellátott, alapvetően jó árérték arányú, jól játszható mozdony tett le az asztalra. A mozdonytípusból idén meg fog jelenni a CD kargós verzió is, ami akár érdekes lehet a hazai vonatkozású modelleket gyűjtők számára is. A bemutatott modell nem saját jármű, a videó készítése céljából kaptam kölcsön. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!